benne a tilos rádió, és benne a szokolégyező. Jó reggelt kívánunk, ez itt valóban a Tilos Rádió a 90,3 MHz-es frekvencia modulált sávon, ez benne pedig a szokolébresztő. Én itt Dr. MZ Perix, vagyis Vince Miklós vagyok, szeretettel köszöntök mindenkit ma reggel, és elképesztő nagy megtiszteltetés és öröm számomra, hogy élő embert tudhatunk rajtam kívül a stúdióban, és ráadásul ez az ember nem más, mint Szentpéteri László, az Űrvilág alapító főszerkesztője, és mint amilyen minőségben most elsősorban itt van jelen, a kelet-ázsiai űrprogramok nagy magyarországi szakértője. Hát jó reggelt, és nagyon köszönöm, hogy befáradtál ide. Jó reggelt, remélem, jól lehet hallani. Nagyon, nagyon. Maszkban, szemüvegben. Igen, igen, de ezt úgy kell elképzelni, kedves hallgatók, hogy a Laci itt körbe van véve plexilapokkal, de mégis tehát elképesztő pluszt jelent ez itt számomra, hogy nem csak Skype-on beszélhetünk, és persze ez többek között azt tette lehetővé, hogy hát mindketten már egy adagnyi oltást megkaptunk. Erre csak buzdítani tudjuk a hallgatókat is. Van is egy ezzel kapcsolatos bejátszásunk, amit a műsorunk egyik társ szerkesztője készített, ne tiltakozz, oltakozz száma. Szóval igen. Szóval rakétafüst. Na, szóval az van, hogy igen, tehát hogy ezt csak ajánlani tudjuk mindenkinek is, mivel mindketten az AstraZenekarban focizunk, aztán. Na, de hát ez nem is lehet másként, hiszen egy űrkutatási műsor van, bár Suminszky Nándor, aki vendégünk volt, ő pedig szintén ugyanilyen stílszerűen a Sputnik. És akkor áruljunk-e még egy titkot, tehát vannak ugye a Csillagosok, és Frey Sándor, aki az Űrvilág főszerkesztője 2007 igen. óta, ő is Sputnikos, tehát beoltatta magát az első műholdra. Igen, ők sem tiltakoztak, oltakoztak. Nagyon jó. És na, szóval, hát erre tudunk buzdítani mindenkit, és egy gyönyörű átkötés lehetne, hogy bizony kínai vakcinák is vannak, hiszen a mai adásunk témája az a kínai űrprogram, ami nagyon brutális, látványosan, hát évek óta eléggé durván halad előre, de hát az az igazság, hogy az elmúlt hetekben különösen összejöttek az események, és még jönnek újabb látványos űresemények Kínából, úgyhogy erről foglak kérdezni. Ugye erről egyébként egy kitűnő cikksorozatod jelent meg az emlegetett Űrvilágban, most úgy írtad, kiírtad magadból, úgyhogy ezt mindenkinek csak ajánlani tudjuk, hogy az űrvilág.hu oldalon nézzék meg, de hát előtte azonban egy szomorú kötelezettségünknek is eleget kell tennünk, ami szintén az elmúlt egy hétnek egy fontos űrkutatással kapcsolatos eseménye, de koránt sem lelkesítő, hogy Michael Collins meghalt. Michael Collins az Apollo 11 Command Module pilotja volt, vagyis hogy mondják ezt, parancsnoki egység pilótája, vagyis így ismerhető leginkább. Persze sok mindent csinált, ugye már korábban repült a Gemini programban is, sőt űrsétát is hajtott végre, és hát ő egy igazából, aki hallotta őt nyilatkozni, vagy akinek volt szerencséje élőben találkozni vele, az láthatta, hogy egy fantasztikusan, hogy mondjam, csak kedélyesen figura volt. Egy viccelődős ember volt, annak ellenére, hogy persze ilyenek jelentek meg róla, például az Űrvilág, vagy az Űrkorszak szürke eminenciása, meg ami hát szerencsére nem az Űrvilágon jelent meg, de sok helyen megjelent, én az kicsit ezen kiakadtam, hogy ő az elfelejtett űrhajósa az Apollo 11-nek. Én nem gondolom, szerintem aki tudja, hogy mi az az Apollo 11, annak tudnia kell azt is, és eddig is tudnia kellett, hogy ki volt Michael Collins, aki nélkül természetesen nem lett volna Apollo 11. Hát nyilván egy háromfős legénységben mindenkinek iszonyú fontos a szerepe, de hát ha mégis fontossági sorrendbe kell raknom a résztvevőket, akkor Neil Armstrong után természetesen Michael Collins-t kell említeni, hiszen ő volt az, akinek olyan képzettsége volt például az űrrandevúk terén, meg olyan pilóta kvalitásai voltak, hogy őt választották, hogy az repülés egy részében egyedül repülje az űrhajót, sőt adott esetben például le tudjon ereszkedni, hogy megmentse a
a sast, a holdkompot, amiben ugye Armstrong és Aldrin, akik tényleg megjárták a holdat, ők tartózkodtak, és hát nagyon érdekes vészhelyzet forgatókönyvek voltak, amik jól megmutatják, hogyha az ember egy kicsit belemélyed, hogy a Michael Collinsnak mi mindenre föl kellett készülni, és természetesen hát igazi West Point-i keménykötésű srác volt, annak ellenére egyébként, hogy nem gondolnánk, amikor megnézzük az életrajzát, hogy ő Rómában született, de hát nem azért született Rómában, mert egyébként olasz felmenőkkel rendelkezett. 1930-ban született egyébként, pontosan ugyanabban az évben, mint Armstrong meg Aldrin. Egyszerűen azért született Rómában, mert a katonai attasé volt az apukája, és éppen ott teljesített szolgálatot 1930-ban, tehát ez azt jelenti, hogy ő már egy ilyen többet generációs katona családban született, úgyhogy nem is volt kérdés, hogy a West Point-i katonai repülő főiskolán szerzett diplomát. Egyébként éles bevetésen aztán nem volt, mert az a generáció volt, akit már pont elkerült a koreai háború, de tesztpilóta, vagyis berepülő pilóta lett belőle, és aztán persze beválasztották az 1963-as űrhajós csoportba, ami ugye a második Mercury űrhajós csoport volt, és hát akik közül rengetegen megjárták a holdat. Egyébként Michael Collinsnak is felajánlották, hogy megjárhatja a holdat, mert az Apollo 11 után visszakerült volna a legénység rotációba, amivel lehetősége lett volna még megcsípni egy repülést. Az Apollo 17-nek például lehetett volna ilyen módon a parancsnoka, de ő ezt lényegében kedvesen visszautasította, ő már megtette, amit tennie kellett. Később emlékezetesebb szerepei között volt az életében például a Washingtoni Fantasztikus Air and Space Museumnak az igazgatása, de ott az alapító, ahogy Szentpéteri László az űrvilág alapító főszerkesztője, Michael Collins a Washingtoni Air and Space Museumnak az alapító igazgatója, ami azért elég durva dolog, mert 1976-ban nyitotta meg a múzeum a kapuit, ami ma a világ leglátogatottabb múzeuma. Jó, ma pont nem a Covid miatt, de ugye egyébként a Louvre-nál is többen kíváncsiak minden évben a Washingtoni Air and Space Museumban. És hát ezt a gyűjteményt az amerikai bicentenáriumra, tehát 1976-ra kellett megnyitni, és hát ez egy gigantikus munka volt, amit Michael Collins alapító igazgatóként tökéletesen el is végzett, és hát mindenféle tanácsadó testületekben volt, meg volt egy légitársasága is egy-két évig, meg innen, de hát összességében egy rendkívül szerény visszahúzódó fickó volt, tehát ilyen szempontból a Buzz Aldrinnak a teljes ellentéte, aki bármelyik tévéműsorba bármikor elmegy, és ő egy kicsit extravertáltabb megoldást keresett arra a problémára, hogy mit csináljon az ember, miután visszajött a holdról. Michael Collins és egyébként Neil Armstrong inkább a visszahúzódóbb megoldást választották, de hát ennek ellenére én túlzásnak gondolom, hogy úgy hivatkozunk rá, mint a holdra szállás elfelejtett űrhajósára, és ne is felejtsük el. Úgyhogy Michael Collins emlékét, aki múlt héten elhunyt, szeretettel őrizzük, és hát igen, tényleg egy hőst vesztett el az űrprogram és az emberiség. És hát igen, ez ugyanakkor azzal párosul, hogy viszont nagyobb sebességbe kapcsol az űrprogram, és bizony új hősök jelennek meg, és új űrverseny bontakozik ki. És ennek az új űrversenynek az egyik vitathatatlan főszereplője természetesen a Kínai Népköztársaság. És ugye, mint mondtuk, Szentpéteri László ezért jött ma, hogy erről beszélgessünk főleg. És hát ugye ennek elsősorban az apropója, hogy ugye pályára állt az új kínai űrállomás első modulja. Most itt már is megakadnék, mert ugye átírás függő, hogy ezt hogy most ez Tianhe, vagy Tianhe, vagy Tianho, én nem tudom. Nézek nagy kerek szemekkel Lacira, de... Hát amennyire én, ugye a Tianhe az ugye az angolos átírás, a magyarul ez Tianho, vagy hát kicsit ilyen lágy az a T ott az elején, tehát ilyen Tianho, vagy valami hasonló. Nagyon jó. Ez így hívják ugye az első modulját a három nagy nehéz modulból tervezett kínai űrállomásnak, ami egyébként a Tiangong vagy Tiangong nevet fogja viselni, ami azt jelenti, hogy égi palota. De az eddigiek is ezt a nevet viselték, igaz? Vagy nem tudom, általában minden Tiannal kezdődik. Igen, mert... Tehát az valami olyasmit jelent, hogy mennyei valami, igen, mert például a igen, marszondát így, is... Itt a válasz, tehát aha. Az az égi mennyei, tehát mint az űr. Úgyhogy ha például megnézed az indiaiaknál, ott minden
minden ján, ami ugye a hajót jelenti, tehát a hold szondájuk, a Mars szondájuk, és majd a Gagányán a személyzetes űrhajójuk is jánra végződik ez a hajó. De valóban volt egy, egy Tianchu nevű teherűrhajó, nehéz teherűrhajója a kínaiaknak, tehát ez is egy kicsit ilyen furcsa hangzású számunkra, és hát valóban nehéz követni, mert túl sok most már a T-vel kezdődő űreszköze Kínának. Igen, a Tiangong, vagy nem tudom, Tiangong, ami mennyei palotát jelent, ugye ezek szerint, ugye az lényegében az eddigi űrállomás, tehát Kínának volt már két kísérleti űrállomása. Ezeken néha hébe-hóba emberek is jártak, igen. De a mostani, azt gondolom azért mégis sokakat meglepett, és ez egy szintlépés lesz, és erről mindenképp igen. Beszéljünk, hogy miért, mi ez, hogyan áll össze, és mi a menetrend, mert itt most nyilván egy komolyabb menetrendről van szó, ugye nem kell nagy űrszakértőnek lenni ahhoz, hogyha megnézzük ezt a modult, akkor jó, mondjuk egyrészt némi déjà vu érzésünk van, de erről azért beszéljünk. Tehát kínai űrprogramban gyakran megesik, igen. Viszont ugye azt rögtön látjuk, hogy van rajta 1, 2, 3, 4, 5, 6 dokkoló. Tehát 6 dokkoló van rajta, ami azt jelenti, hogy ha egyszerre 6 különböző dolgot lehet rákapcsolni, összehasonlításként az egyedi kínai űrállomás modulokon pontosan 1 darab dokkoló volt. Tehát ebből is látszik, hogy itt valami minőségi ugrás történik. Na, szóval mi lesz ezzel? Jó, tehát akkor a 6 dokkoló modul azon a modul űrállomáson volt, ami miatt te azt mondod, hogy a kínainál van némi déjà vu érzésed, ugye a Miren, tehát akkor, mert itt csak 5 lesz. Ja. Tehát a történet, akkor menjünk szépen sorba, tehát van a most fölküldött nehéz fő modul, ami egy 22 tonnás modul, ennek a feladata, ahogy azt egyébként mindenki várná egy első modulnál, az elsősorban a vezérlés, illetve az alaplegénységnek, tehát egy háromfős legénységnek az élet fenntartása, egészségének biztosítása, tehát itt nem csak hálóhelyekre, meg tisztálkodóhelyekre, meg a szobakerékpára kell gondolni, hanem a tudományos berendezések közül például, amik élettudománnyal kapcsolatosak, azok ebben a modulban vannak elsősorban, és már ott vannak, tehát már ebben is vannak kísérleti berendezések, de ezek kifejezetten repülő és űrorvostani eszközök. Aztán nyilván konyha, a magának, a komplex űrállomásnak az irányító berendezései vannak, ami nagyon fontos, hogy ezen található 6 darab gyroszkópa rendszernek a térbeli orientációjához. Na most a dokkoló egységek azok ugye úgy néznek, hogy hátul van egy dokkoló egység, ami úgynevezett nedves, mert ugye a hajtómű is hátul van, tehát oda, ha a teherűrhajó fölkapcsolódik, akkor ott át tudnak szivattyúzni üzemanyagot. Hát ez hasonló ahhoz, mint mondjuk, menjünk vissza még a Mirhez, az orosz vagy a szovjet Mirnél ugye hátulra jöttek a Progress teherűrhajók áthúzni az üzemanyagot. Hasonlóképpen itt is a teherűrhajókat arra is fogják használni, hogy megemeljék a teljes űrállomás pályáját, ami egyébként eltérő lesz, hát jelentősen eltérő lesz attól, amin például most a nemzetközi űrállomás kering. Tipikus pályamagasság az kicsit alacsonyabb lesz, ami viszont érdekesebb, hogy a pálya hajlása, tehát az egyenlítővel bezárt szöge a pályának, a keringési pályának, vagy az inklináció, az nem ez az 51 néhány fok lesz, mint a nemzetközi űrállomásnál, hanem 41 néhány fok. Tehát ezt az űrállomást például Magyarországról rettenetesen nehéz lesz emiatt megfigyelni, vagy hát szinte lehetetlen. Hát gyakorlatilag lehetetlen, ugye mi a 47 fokos szélességben vagyunk. Igen, tehát fölöttünk biztos nem megy. Igen, tehát itt nem lesznek olyan képek, hogy jaj, most húzott el a kertünk fölött a nemzetközi űrállomás, erre ne készüljön senki. De ez érdekes, mert egyébként a Tiangong 1-2-t viszont lehetett látni. Nyilván ennek az az oka, hogy új indítóhely van, és ez változtatja az inklinációt. De nyilván van egy olyan oka is, hogy most például földmegfigyelési szempontból milyen területeket akarnak elsősorban megfigyelni, mely területek fölött akarják biztosítani a gyakori áthaladást, és hogyha most kicsit visszamegyünk a múltba, és azt nézzük, hogy az első űrhajók közül, tehát a Shenzhou közül már a, ha emlékeim szerint a 3-as, 4-es, 5-ösön, azon, tehát az automatikus 3-as, 4-esen, is voltak elektronikus felderítő eszközök, tehát kifejezetten katonai berendezések,
kétféle ilyen eszköz volt, hát nagy valószínűsége, mert nyilván ugye ezt nem a kínaiak jelentették be, de megjelentek bizonyos fotók az űrhajókról. Az egyik része az elsősorban az URH sávot figyelte, tehát abban azért elég sok rádiókommunikáció zajlik. A másik berendezés az pedig kifejezetten radarfelderítésre szolgált, tehát egy másik frekvenciasában, és hát azt gondolják nyugaton, hogy az elsődleges cél az mindenképpen az volt, hogy olyan berendezéseket próbáljanak ki, amelyeket tartósan meg lehet figyelni például az amerikai flotta mozgásokat, ami, hogyha arra gondolunk, hogy a dél-kínai tenger az egyre inkább egy feszültségövezetté válik, meg hogy Kína mindig is úgy gondolta, hogy Taiwan az az övé, akkor elég érthető. Tehát magyarul Kínának momentán egy geopolitikai érdekeltsége nagyon az északi, vagy a nagyon déli részén a Földnek nincsen. Tehát ez is magyarázhatja ezt az érdekes inklinációjú pályát, de visszatérve a teherűhajókkal meg lehet emelni ezt a berendezést, ennek a berendezésnek a pályát időről időre. Na most elől, és ugye itt kicsit eltér attól, amit a Mirnél láttunk, valóban egy ahhoz hasonló nagyjából gömb alakú zsilipkamra van, amelyen van szemből dokkoló, ha úgy tetszik, akkor alulról, illetve jobbról-balról. És fölül nincs. És fölül ez nincs, az, amit elrontottam. Így van, ez az, amit elrontottál, mert ott viszont egy jó nagyméretű űrsétaajtót alakítottak ki. Ami ábrákat én láttam, azok alapján úgy tűnik, hogy amikor két legénység van fönt, akkor, és mondjuk egy teherűrhajó, akkor ugye azzal számolnak, hogy teherűrhajó ennek a modulnak a hátulján van, az egyik személyűrhajó van az órán, a másik az alsó dokkolom. Ez nagyon eddig az az életérzés, mint a Mirnél, és aztán utána majd ez ugye azzal folytatódik, hogy hát talán, kérdezte a menetrendről is, talán ennek az évnek a végén, vagy legkésőbb jövő év elején megy a második modul, és 22 végére tervezik a harmadik modulnak az indítását. Ezeket pedig a két oldalsó dokkolóra fogják tenni. Na most a déjà vu érzés itt is visszajön, vagy déjà vu érzés visszajön, ez valószínűleg egy borzalmas nyelvi elemény volt, elnézést kérek érte, hiszen ezeket a nehéz modulokat hasonlóan ahhoz, hogy a Mirnél is csinálták, orirányból fogják csatlakoztatni, és ezek hozzák saját magukon azt a kisméretű robotkart, amit így Jappa robotkarként szoktunk emlegetni, mert hogy így nincs neve, ugye ez az orosz név, a Miren ezt ilyen Jappának hívták, ami azt a feladatot hagyta végre, hogy miután tengerirányba megtörtént a csatlakozás, ez a robotkar megfogta tulajdonképpen az anya modult, a fő modult, és abba kapaszkodva lehúzta ezt a tehermodult, illetve ezt a kisebbik, vagy frissebben érkezett modult, majd áthelyezte a jelen esetben gömb alakú zsilipkamra oldalára, és oda ráhúzta. Tehát ezek ilyen, ha úgy tetszik, egyszer használatos robotkarok voltak. Ez is visszaköszön ebből a Mir életérzésből. Hát aztán van még egy pár dolog, ami visszaköszön, mert például magának a főmodulnak az alakja, hát az is egy hasonlatos ahhoz, és hát tulajdonképpen méretében is azzal megegyező. Ez nagyjából egy ilyen 16,5 méter hosszú szerkezet, ami áll két, egy nagy, hátulról előre haladva egy nagy méretű, utána egy kisebb méretű hengerből, végül ebből a gömbből, amin a többszörös dokkolók vannak. A legnagyobb átmérője az 4,1 méter, és 22,5 tonna volt az induló tömege. Ez körülbelül összevethető a Mir főmoduljával, tehát amit ugye annó Mirnek hívtak, illetve a Nemzetközi űrállomás első Zvezda moduljával. Igen. Ami ugye a Mir 2-nek lett volna központi egysége. Na most persze csodák nincsenek. Itt ugye utaljunk vissza arra, hogy a Shenzhou, a személyszállító űrhajó is hát nagyon hasonlít az orosz Szojuszra. Olyannyira, hogy az egész elrendezése, tehát ez a műszaki hajtóműegység, ez a fényszóró alakú
pilóta fülke, visszatérő fülke és az orron lévő orbitális kabin. Ez nagyon emlékeztet a szojúzoknak a meg nem valósult eredeti változatára, hiszen a szojúzok végül valószínűleg műszaki képészeti okokból, tehát nyomásállósági okból egy nagyjából gömb alakú vagy közel gömb alakú orbitális fülkével készültek. A kínaiak ezt egy hengerrel oldották meg, és nagyon érdekes, hogy a Korolyov eredeti vázlatai még a 60-as években a Szojuzon, ez az orbitális fülke, ez henger alakú, hiszen a térkihasználság szempontjából viszont ez a megfelelő alatt. Még érdekesebb egyébként, ha már itt az ötletek útját követjük, hogy viszont sokan felvetették azt is, hogy a Soyuz design az viszont a General Electricnek az Apollo pályázatában gyökerezik. Ugye az amikor az Apollo programot meghirdették, vagyis konkrétabban azt a szakaszt, hogy embert a Holdra 1961-ben, akkor ugye voltak pályázatok, amit végül az űrhajó esetében a North American Aviation nyert meg, és ők gyártották le a jól ismert kupa alakú Apollo kabint, aminek a formáját szintén több űrhajó örökli tovább. Viszont a nem nyertes pályázatok között találjuk a General Electricnek az Apollo koncepcióját. Ezt érdemes esetleg egy googlizás szinten megér, mert érdekes, hogy az viszont több szempontból hasonlít a Soyuzra, amiből viszont aminek egyértelmű leszármazottja a Shenzhou. Igen, de most itt akkor bontsuk a dolgot két ágra, mert az egyik utaljunk vissza kicsit az Apollóra, hogy én nem tudom, hogy miért ezt az Apollót választották végül az amerikaiak, de egy dolog biztos, hogy a Soyuz visszatérő fülkének, ha úgy tetszik, akkor a Shenzhou visszatérő fülkének is van egy fantasztikus előnye, ez pedig az alakja. Tehát visszatéréskor, ha arról gondoskodni tudnak, hogy ne a 180 fokkal elfordulva jöjjön vissza, tehát valóban egy talp helyzetben jöjjön, amikor az űrhajósok, egyrészt ugye, mert hogy a talpán van a hővédelem, másrészt az űrhajósok úgy fekszenek, hogy ebben a helyzetben kapnak mellhátirányú ugye, túlterhelést, ne pedig fordítva, amikor így lógnak a hevederekbe, akkor ez a kabin, ez tulajdonképpen az aerodinamikai alakja miatt stabilan tartja a zuhanási pályát. Tehát ha valaki ezt az alakot így fölrajzolja alul az íves hővédő pajzsal, és elkezdi ott eljátszani, hogy mi történik, ha innen kap megfúvást, vagy onnan kap, akkor rá fog jönni, hogy úgy alakulnak a légerők, hogy saját magát visszaállítja mindig az ideális pozícióba. Tehát ez igazából egy rettenetesen biztonságos alak a visszatérésnek ugye a legkritikusabb, hát az egyik legkritikusabb szakaszába, amikor ugye át kell jönni. Igen, be kell így a sűrű légrétegbe nagy sebességgel, és felmelegszik minden. Ugye pont ezzel, egyébként az Apollónál ezt úgy igyekeztek kikompenzálni, hogy a súlypontját a kabinnak elmozdították, hogy valami hasonló felhajtó erő keletkező, mint a Soyuznál, de tényleg sokan érvelnek úgy, hogy a Soyuz alakja az valóban ideálisabb ehhez, és azzal is érvelnek, hogy és hát mindenhol ez jön ki, tehát akkor senki nem lopott itt senkitől, mert hogy a differenciál egyenletnek ugyanaz a megoldása hát Amerikában azért, és a Szovjetunióban is kiállva, ez nem ilyen egyszerű. Ez nem tudom, ilyen egyszerű, mert tulajdonképpen ugye azt azért nem szabad elfelejteni, hogy itt egyszerűen annyi történt, hogy miután volt a 70-es években a kínaiaknak egy elvetélt személyzetes űrprogramja, amire egyébként a személyzetet is válogattak. Éppen ebben az évben 76, hát talán, ha jól emlékszem, a 25 éves évfordulót ünnepeltük, pont március 15-én annak, hogy bejelentették már Kínán belül a zárt közösségnek nyilván azt a 15 embert, aki az első űrhajós lett volna, de aztán ez a program ez behalt. De ők azért akkor sok mindenre rájöttek, tehát ők akkor próbáltak saját űrhajót fejleszteni, ami ránézésre ugye az amerikai Gemini-re hasonlított, de nyilván semmi technológiát nem kaphattak onnan, próbáltak űrruhát fejleszteni, és ezért amikor később született az a döntés, hogy akkor most újra nekiveselkednek, akkor ők gyakorlatilag elmentek az oroszokhoz, és praktikusan tokkal vonóval megvettek egyrészt megvettek egy Soyuz leszálló kabint, úgy ahogy van, akkor megvettek két példány Szokol űrruhát, ez ugye az IVA szkafander, tehát a beltérben használható űrsétára nem alkalmas, csak életmentésre alkalmas és önálló életfenntartó rendszerre nem rendelkező, hanem az űrhajónak az életfenntartó rendszerhez csatlakozó szkafander. Hát ez megint nem kell messzire menni, mert hogyha bárki rákeres a Google-on ezekre a mondjuk Soyuz belső képekre, meg Shenzhou belső képekre, akkor
Hát akkor ez a két ruha ez simán összekeverhető. Én megnéztem ilyen egész apró részleteket, nagyon nem látszott eltérés, tehát nem látom. Akkor ez a két ruha ez simán összekeverhető. Azt a fajta innovációt, amit egyébként utána a Shenzhou űrhajónál látszik, hogy azért ott azért keményen hozzányúltak bizonyos dolgokhoz. Na és akkor persze ezt megvették, és illetve kiküldtek két embert kiképzésre, egy alap űrhajós képzésre két kínai pilótát elküldtek Csillagvárosba, akikről sokáig azt gondoltuk, hogy ők lesznek az első kínai űrhajósok, de végül is ők csak a kiképzésbe folytak bele. Az orlánokat, azokat később vették meg, amikor már reális közelségbe került az, hogy űrsétákat is végre fognak hajtani. Tulajdonképpen van egy úgynevezett kínai űrsét, a Scafander, csak hát azon kívül, hogy leírták, hogy ez kevesebbe kerül, mint az orlán. Ezen kívül olyan, azon sem nagyon, azon látszanak változtatások, de ilyen forradalmi változtatások az orosz orlánhoz képest nem látszanak. Viszont, ha visszamegyünk az űrhajóra, a Shenzhou-ra, ott azért egyrészt beszéltünk már, hogy az orbitális fülkét azt egy nyilván most már más szinten áll a gépészet, mint mondjuk állt a 60-as években. Azt átalakították egy hengeresre, így sokkal jobb a térkihasználása, és az egész űrhajó az hát egy ilyen 10-15%-kal megnövelt méretű a Soyuzhoz képest, tehát mondjuk a Soyuznak a teljes hossza az mondjuk 7,3 méter körül van, ez meg egy közel 8 méteres szerkezet a kínai. A legnagyobb átmérő az körbe ugyanott van. És hát ami nagyon érdekes, hogy a tömeg is, például a műszaki egységnek a tömege az pár 10 kiló hiány azonos, viszont a kínaiaknál 10%-kal több üzemanyagot tudnak ebbe berámolni. Tehát ez azt jelenti, hogy azért belül valami könnyítések történtek. És hát a visszatér, parancsnoki visszatérő fülke, az is az orosz oldalon az egy 3, a kínai oldalon egy 3,2 tonna, az átmérője is nagyobb, a hossza is nagyobb, és ugye azt az autóknál megtanultuk, hogyha egy autóban valami méretben csak 10 centit nő, akkor az embernek már hirtelen egész más a komfortérzete, például csak attól, hogy nem ér össze a vállunk, vagy be tudnak oda tenni valami kis tartódobozt. Itt az átmérője a visszatérő fülkének az egyik oldalon 2,2, a másik oldalon 2,5 méter. Tehát ez 30 centi, hát az valóban sok. Az ugye azt jelenti, hogy fejenként három űrhajósnál 10 centi pluszt nyertek. Nem beszélve arról ugye, hogy azért antropológiailag hát a Soyuzban ott általában orosz, meg amerikai űrhajósok repülnek, illetve kanadaiak, európaiak. A Shenzhou-ban egyelőre csak kínaiak, tehát egy sokkal, sokkal kényelmesebb szerkezet az egész. Hű! Na hát igen, mindenképpen, és egyébként ez látható is, hogy egy felskálázott Soyuz, de azért több azért, és akkor itt kanyarodjunk rá lényegében arra is, hogy ezt megbeszéltük, hogy lényegében megvásárolták a technikát egy csomó esetben, nyilván fejlesztettek rajta. Például a rakétáikról nem süt ennyire. Igen. Tehát például az igaz, hogy most például az most felküldött modul, ez meglepően hasonlít a Zvezdára, vagy a Mirre, de például az őt pályára állító hordozó rakéta az egyáltalán nem hasonlít a Proton hordozó rakétára, tehát azért mindenképp van itt, vagy hát nem tudom, biztos abban is vannak ilyen csak nem ilyen látványos. Ennek nyilván megint ilyen történelmi okai vannak, azért ne felejtsük el, hogy a hosszú menetelés hordozó rakétáknak tehát az első generációját, azt mindenképpen maguknak kellett kifejleszteniük, hiszen akkoriban, amikor ez történt, 60-as, 70-es években, akkor már megtörtént a szakítás ugye a Szovjetunióval, tehát onnan nem számíthattak semmiféle technikára, vagy technológiára, viszont még nem történt meg az a, hát nem sok, túl sok hosszú ideig tartó kibékülés az amerikaiakkal, aminek eredményeképpen például egy idő után megtudtak valahol ott a 90-es évben megtudtak jelenni a kínai hordozórakéták is a globális hordozórakéta vagy műhold indítási piacon, sőt, hát még amerikai műholdakat is indítottak kínai hordozórakétával, ami ma ugye teljesen elképzelhetetlen. Viszont mikor a 90-es években oda jutottak, hogy akkor legyen saját űrhajó, akkorra azért az oroszokkal
valamilyen szinten rendeződött a probléma, illetve miután a Szovjetunió összeomlott, azt se felejtsük el, hogy az oroszoknak kellett a pénz. Persze. Tehát akkor gyakorlatilag az oroszok ugye komplett rakétahajtóműveket adtak el az amerikaiaknak, bevonták az amerikaiakat, meg az a nyugat, tehát az ÉZÁ-t, az európaiakat például a MIR programba, és így tovább. Igen, és ez akkor azóta vannak ilyen helyzetek, hogy például az amerikai katonai űrrepülőgép, ami lehet, hogy épp most is fönt van földkörüli pályán, ugye ember nélkül, az például egy olyan Atlasz 5 hordozó rakéta állítja pályára, amelynek szovjet hajtóművek vannak az alján. Tehát, hogy igen, ez egy gyönyörű világ ilyen szempontból, és akkor ez felvetődik itt a kérdés, hogy azért az is az elmúlt hetek eseménye, hogy Kína és Oroszország egyébként akkor épp a Holddal kapcsolatban, de aláírtak egy űregyüttműködési egyezményt, és nyilván nem csak a Holdra korlátozódik az együttműködésük, amint hát az ránézésre is látszik az űrhajókról. Tehát felmerül a kérdés, hogy van-e, illetve hogy lesz-e nemzetközi kooperáció, akár ezzel az űrállomással kapcsolatban, akár úgy egyébként, és kikkel? Hát igen, ez egy nagyon jó kérdés. Kicsit lapozzunk akkor megint vissza. Tehát a történet egyrészt úgy néz ki, hogy sok-sok évvel ezelőtt már az amerikaiak kizárták a kínaiakat a nemzetközi űrállomásra, tehát azt mondták, hogy oda kínai be nem teheti a lábát. Van, aki úgy gondolja, hogy ezért kezdtek el most, akkor most a kínaiak jó megbüntették őket, vagy jó kitoltak a kínaiakkal, mert rákényszerítették Kínát, hogy saját űrállomást építsen. Én azt gondolom, hogy Kína enélkül is épített volna saját űrállomást, legfeljebb kicsit később. Tehát ez mondjuk így a történelmi gyökere a történetnek. Én azt gondolom, és lehet, hogy hát ez nem egy politikai műsor, én meg nem vagyok se politikus, se politológus, se nem tudom én hadtörténész, de inkább azt mondom, hogy hírfalónak tartom magam, hogy azért, ami most van, az egyfajta ilyen új hidegháború, most, hogy már benne vagyunk, vagy ez most csak a kezdete, vagy majd hónap után kezdődik, ezzel megint vitatkozni lehet. Egyelőre nem látok, vagy lehetett azt mondani, hogy nem láttunk egy olyan határozott pontot, mint mondjuk a legutóbbi, még éppen akkor Skype-os beszélgetésünk apropója volt a 46-os Fultoni beszéd. Tehát ilyet nem láttunk, de az teljesen egyértelmű, egyértelműen látszik, hogy az oroszok és Kína szeretne majd például Hold programot közösen, Hold felszínén személyzettel ellátott holdállomást szeretnének, vagy Hold laboratóriumot szeretnének majd telepíteni valamikor. Egyelőre a kínaiak azt mondják, hogy az biztos, hogy a 30-as évek eleje előtt kínai nem teszi a lábát a Holdra, az a nehéz rakéta az nem lesz addigra még kész, ami egyébként megkapta a költségvetését pár hónappal ezelőtt, ez lesz a CZ-9-es, és az is szinte egyértelműnek tűnik, hogy az oroszok kifarolnak az amerikai vezetésű Gateway. Köszönöm szépen. Lunar Gateway programból. Igen. Tehát nagyon abba az irányba tendálnak a dolgok, hogy lesz egy, ha úgy tetszik, nyugati, ide mutattam az idézőjelet, ezt a rádióhallgatók nem látják, és egy keleti Hold program, és akkor ha mint távlati cél ezt látjuk, akkor az is elképzelhető, hogy az addig tartó lépések is ehhez fognak igazodni, tehát én például el tudom képzelni, hogy előbb-utóbb orosz űrhajósok lesznek ezen a kínai űrállomáson. Ami biztos az az, hogy nagyon sok országból lesznek már most kísérletek rajta, és ugye most amit mondok, az majd ellentmond annak, amit eddig mondtam, mert ezek nem csak fejlődő világbeli országok lesznek, így fejből tudom, hogy például vannak, hát lehet, hogyha közben előkeresem a puskát, akkor még nem is kell fejből mondanom, tehát vannak latin-amerikai országok, vannak afrikai országok, és így tovább, tehát igen, megtaláltam a puskámat, tehát például van semleges gázok spektrális tulajdonságait vizsgáló indiai orosz kísérlet majd, vagy lesz mikrogravitációs anyagtudománya indiai belga. Belga, tehát az Európai Ügynökség tagországok is. Vagy ami furcsa ugye az, hogy kifejezetten Kínával ellenséges viszonyt ápoló Japán például egy lángok instabilitásának, illetve a hanghullámoknak a vizsgálatára készül a kínai űrállomáson. Hát csak fel akarják gyújtani a kínai űrállomásra. Így van, vagy lesz például egy 30 napos norvég orvosbiológiai kísérlet majd valamikor, ami a Tumorok a világűrben címet viseli.
Ezeket jó pár évvel ezelőtt a kínaiak az ENSZ világűrirodával közösen hirdették meg ezeket a programokat, mármint nem ezeket, hanem hogy lehet pályázni a kínai űrállomásra. Több tucat javaslat jött be, ebből végül is 9 ilyen nemzetközit választottak ki, illetve a kínai oldalon pedig úgy néz ki, hogy kb. 800 pályázat jött be, amiből 100-at választottak ki. És egyébként, ha a copy-paste-re visszatérünk, ugye az a furcsa helyzet áll elő, hogy kívülről ez a űrállomás modul a MIR-nek, illetve a nemzetközi űrállomásnak a központi szovjet-orosz moduljára hajaz. Belülről viszont, ha az ember megnézi, akkor azok a típusú rekkek vagy szekrények jelennek meg, amiket tulajdonképpen a nyugati oldalán látunk a nemzetközi űrállomásnak, illetve hasonló ahhoz, amit mondjuk az Európai Space Lab-en volt. Ezekből a három modulon összesen 16 darab lesz. Na most azért hát folyik persze a propaganda háború, mert a kínaiak most bemutatták, hogy hát ez a legnagyobb modul a jelenleg a pályán lévők közül, ami hát még egyszer nem igaz, mert van hasonló méretű modul a nemzetközi űrállomáson, de ugyanakkor meg az is kijelentett, hogy persze nem lesz ez egy kicsi űrállomás, tehát a három modulnak együtt lesz kb. 100 légköbméter a hermetikus térfogata, az első modul 50, és aztán kb. 25-25 a második és a harmadik, amik egyébként, és ez megint egy dicséretes húzás, az, hogy például a második modulban a alapvető rendszereit a fő modulnak megismétlik, tehát ott lesz például a központi irányítóhelység, ott lesznek még lakókabinok, tehát az, illetve egy energetikai blokk, tehát az át tudja venni bizonyos feladatait az elsőnek, amennyiben műszaki problémák vannak, és abból lesz egy kutatólabor, tehát egy kutatólabor a felét foglalja, illetve a harmadik modul, ami a jövő év végén indulhat, annak is a fele az egy hermetikus kutatólaboratórium, a másik fele pedig elsősorban ilyen raktár. De ezt bejelentették ezeket, vagy ezt csak a nyugati szakértők kiokoskodták? Nem, ez gyakorlatilag bejelentett. Ez bejelentett. Na most viszont, ha visszatérünk oda, hogy a három együtt az lesz körülbelül 100 légköbméter hermetikus térfogat, és a hozzá kapcsolt mondjuk két személyűrhajóval, meg egy teherűrhajóval ilyen 90-100 tonna, hát akkor azért azt meg kell említeni, hogy mondjuk a MIR az olyan 140 tonnás volt, a nemzetközi űrállomás az olyan 400 tonna körüli, de amiről úgy ma már teljesen elfeledkeztünk és nem beszélünk, az az amerikai Skylab, amelyik, ha jól emlékszem, 73-ban állt talán pályára, ami ugye egyetlen böhömsz volt, tehát egyetlen hordozórakéta starttal, tulajdonképpen a megmaradt Saturn 5 volt, az tervezett Saturn 5 rakéta utolsó fokozatának az átalakításával készült. Még egyszer mondom, hogy mondjuk a MIR az volt 140 tonna, ez a kínai, ez lesz olyan 90-100 tonna, minden vackával együtt, és mondjuk 100 vagy 110 légköbméter. A Skylab az 330 légköbméter volt, 77 tonna, tehát ha hozzácsatoltak egy üzemanyaggal teletöltött Apollót, akkor gyakorlatilag akkora volt a tömege, mint a kínai modulőrállomási lesz, és a hossz az 36 méter volt. Tehát gondoljunk bele, hogy 70-es évek elején 33, ha jól emlékszem, talán egy vízilabda pálya hossza. Tehát ez egy brutális szerkezet volt. Itt ezt most a kínaiak három modulból sem fogják tudni légköbméterbe utolérni. Most jó, hát mondjuk a Saturn 5-öt azóta se érte utol senki, még a Starship-es bizet sem. Pontosan, tehát ezt pont ezért hozzá mondtam, hogy igazából ugye, hát én már elég öreg vagyok, felnőtt egy fiatal generáció, akiknek egy csomó minden, például a Skylab ez történelem, de érdemes utána nézni, mert egyszer, amikor ma beszélünk itt űrállomás méretekről, erről nem beszélünk.
Egy érdekes szerkezet. Tehát akit érdekel a Skylab, akkor az a gyorsan tekerjen, például nézze meg az archívumunkat, vagy például a parallaxis.emtv.hu honlapot, ahol mindig a szokolébresztőhöz írok is valamit, meg visszahallgathatok onnan is az adások, és a 2020 márciusi 75. szokolébresztő a Skylabről szólt, úgyhogy ha valaki Skylab nosztalgiára vágyik, akkor oda menjen, viszont mi pedig robogjunk tovább, mert tehát a kínaiak a naprendszer más helyein is jelen vannak. Ugye a Hold programjukat már érintőlegesen említettük, mármint ezt a bázis megállapodást az oroszokkal, de ugye azt jól tudják a hallgatóink, hogy most remekelnek a kínaiak a Holdon, hát autójuk gurul a Hold túloldalán. 1976 óta először fordult el, hogy mintát hoztak a Holdról, de ráadásul azt egy olyan küldetési architektúrával csinálták, ami egy az egyben lemodellezi lényegében a Apollós Lunar Orbit Rendezvous küldetés profilt, ami azt jelenti, hogy ezzel egyúttal azt is demonstrálták, hogy ők számítástechnikailag, vagy irányítástechnikailag készen állnak arra, hogy embert küldjenek a Holdra, már csak, idézőjelben volt ez is, tehát már szinte csak a gigantikus hordozórakéta megépítése hiányzik. Na, de hogy mi a helyzet ezen felül a kínai Hold és Mars programokkal? Ugye van a kínaiaknak a Mars szondája, ha jól tudom, ebben a hónapban leszáll a Marsra. Hát én szinte minden hónapban a következő hónapot hallom. Most ugye, amit legutoljára hallottam, az, hogy május végén, vagy esetleg június elején száll le. Nyilván ez majd attól is függ, hogy ott milyen meteorológiai viszonyokat látnak. De mindegy, szóval mindenképpen mondhatjuk azt, hogy reményeink szerint hetekre vagyunk ettől. Az biztos, hogy június elejére kell szállni, ugye ne felejtsük el, és itt beszéltünk menetrendek, és nem bírom ki, nem hagyhatom ki, hogy azt meg ne említsem, még picit menjünk vissza az űrállomáshoz, kérdezted a menetrendet. Úgy tűnik, hogy májusban indul az első teherűrhajót, május közepén, talán 12-én. Az ugye fölcsatlakozik, visz magával rengeteg utánpótlást, illetve üzemanyagot, és ha ez rendben lesz, akkor talán június 12-én, tehát június közepén indul az első személyszállító űrhajó. 4 személyzetes űrhajóval és 4 teherűrhajóval tervezik ezt a 2 éves űrállomás építést. Gyakorlatilag ebben a csapatban nagyon kevés újonc lesz. A többsége olyan emberek, illetve 2 olyan hölgy, akik már jártak a világűrben, a különböző sencsukkal, és az újoncok is az első, illetve a második űrhajós osztályból kikerültek lesznek, tehát akik már hosszú ideje kiképzés alatt állnak, csak még nem repültek. Ezt azért mondtuk így, ugye, mert van egy harmadik űrhajós osztály is most már Kínában, ahol már civilek is vannak. Azt tudjuk, hogy ők a szerelésben még nem fognak részt venni, tehát őket már csak az üzemeltetésbe fogják bevonni. Na most miért éreztem fontosnak, hogy hangsúlyozom, hogy májusban teherűrhajó, júniusban személyzetes űrhajó, és most akkor visszaköttünk hozzád, amit mondtál, hogy mondjuk májusban vagy júniusban le kell szállni a Marsra, a leszálló egységnek, amiről majd legurul a kínai rover, ami egy ilyen 250 kilós szerkezet. Hát azért, mert a nyár közepén lesz a kínai kommunista párt 100. centenáriumi kongresszusa. Tehát én azt gondolom, hogy itt az űrkutatás eredményei, illetve majd az orbitális pályáról a kongresszus résztvevőit üdvözlő űrhajósok, ez biztos, hogy egy kihagyhatatlan epizód lesz. Ugye ezt megint a kor mondatja velem, hiszen láttam én már hasonlókat. Úgyhogy ez a leszállás az legkésőbb június elején várható. Elég hasonló lesz a klasszikus marsi leszállási kísérletek, ezért túl sok mindent nem lehet ugye tenni. Légköri fék rakétával meglassítják ugye a jelenleg, tehát leválasztják a leszálló egységet a jelenleg a Mars körüli pályán keringő, szintén Mars orbiterről. Ez a kagyló, ez belezuhan nagy sebességgel a Mars légkörébe, amelyik ugye jóval ritkább, mint a Föld légköre, tehát a aerodinamikai fékezés hatékonysága az sokkal rosszabb, és utána jön egy ejtőernyős fékezési sorozat, amelyiknek a végén majd egy rakétás landolásra lehet számítani.
A magán a leszálló egységen is vannak természetesen kísérletek, de a legfontosabb kísérleteket azokat a roveren helyezik el. Ha ez sikeres lesz ez a rover, akkor ugye ez lesz a Mars kutatás történetében a hatodik rover, ugye az előzőt az amerikai volt. Méretében ez tulajdonképpen úgy leginkább a Spirit Opportunity-hoz hasonlítható, tehát a két nehéznél jóval kisebb, hát egy ilyen, mondjuk egy ilyen babakocsi méret, mint ahogy kicsit berogyasztjuk a babakocsit, ahogy be akarjuk rakni a csomagtartóba, körülbelül egy akkora méret, 250 kg. A Hold az pedig, ott egy nagyon komoly program folyik, ugye azt mondtad, hogy megtörtént a Holdi minta visszahozatal, ebből lesz majd még egy, az még nem világos, hogy hasonlóan egyszerű helyről, de nagyon úgy tűnik, hogy megint előre akarnak egyet lépni a kínaiak, tehát vagy a pólusvidékről hozzák, hát igen, az jó onnan, ahol, amire rálátunk a Földről, vagy nem a pólusvidékről, de a túloldalról, hát az egy külön izgalmas kérdés lenne. Valóban, amit mondtál, nagyon lényeges, hogy kidolgozták azt a technológiát, hogy tudnak dokkolni, tehát az anyagot visszahozó űreszköz az hogy tud dokkolni a hold körüli pályán az anya szondával, amelyik ott kering. Ennek végül is megvan a technológiája. Tulajdonképpen mindent kipróbáltak, így az előrelépés az valóban az lehet, hogy a leszállási helyszín az egy irányítástechnikailag bonyolultabb, viszont tudományos szempontból meg izgalmasabb hely. És aztán majd lesz a 7. és a 8. példány, ezek valamikor az évtized második felébe indulnak, ezek mind a ketten egyértelműen a Hold déli pólusvidékéhez készülnek, ahol ugye van fagyott vízjég a talajban, és ezek már hálózatként fognak működni. Nem csak arról van szó, hogy két leszálló szonda van, mind a kettőnek lesz roverje, lesz úgynevezett hopperük, tehát ilyen ugráló rakétahajtásuk is ugráló egységek, amik nagyobb távolságokat tudnak megtenni, és akkor egy másik területen kutatni, és ez az egész egy hálózatban fog működni. Na ebbe a kísérletbe már az oroszokat ők meghívták, tehát ott már valószínűleg lesznek orosz kísérletek, közös fejlesztések, és akkor ezzel tulajdonképpen elérünk az évtized végére, és hogyha ez a nehéz rakéta a hosszú menetelés 9-hez való megvalósul, 30-31-re, akkor valamikor a 30-as években 3-4-5-6, fene tudja pontosan, évvel az amerikai-európai űrhajósok után majd kínai űrhajós is a Hold felszínre léphet. Hát igen. Na most ez fantasztikusan érdekes, és majd még lesz kérdésem, csak hogy ilyenkor a végén beszoktuk kapcsolni a telefonvonalakat, és ez meg is történt, csak azt nem mondtam, hogy az adás telefonszámunk 215-37-73, tehát ezt mindenképp be akartam még szúrni, de folytassuk csak, tehát azt értjük, hogy akkor a Hold az egy intenzív kínai jelenlétet mondhat magáinak, és hát a Marsra is készülgetnek a kínaiak, de hát van itt még minden. Hát van itt még ugye egy, aminek stratégiai fontossága van, és túlmutat az űr kutatásán, hanem az űr tevékenységhez viszont masszívan hozzátartozik, és te ennek egy nagy ismerője vagy ennek a területnek, szakmai ártalomból kifolyólag is, a GPS rendszerek, amit itt felcsendítettem itt közben troll módon, az nem más volt, mint a Dongfang Hong, vagyis a Kelet-vörös című induló, hát emlékezted a párt évfordulót, ugye ez volt az a zene, amit lepittyegett a legelső kínai műhold még annak idején, és hát ugye igen, ezzel csak érzékeltetni akartam, hogy masszív politikai töltet van ebben. Na, de itt egy telefon, úgyhogy a GPS, kínai GPS-re elmarad. Majd utána. Na, haló, itt a Szokolébresztő. Haló. Haló, hallunk. Halló, megengedtek egy megjegyzést Collins-szal kapcsolatban? Persze, sőt, nagyon örülök. Azért tudom, egy kicsit eltér a tájtól, de aztán a végére kiderül, hogy nem is tér el annyira. Ugyanis van egy ilyen vélelem, hogy a Holdra utazván ugye muszáj átlépni a sugárzási övezeteket, és ezt sokan, hát az összeesküvés hívők úgy szokták távolni, mint a bizonyítékát a Holdra nem szállásnak, és ez most ezek szerint újra aktiválva lesz ez a téma. Szeretném megjegyezni csak röviden, hogy nem a ti műsorotokban, de lehet, hogy egy másik Telosz rádiós műsorban hangzott el, hogy bizony a Holdat megjárt űrhajósok
korán halnak, vagy szóval betegségeket. Igen, ezt én mondtam sokszor. Igen, igen. De ez nem igaz. Mondanám, nem igen. igaz. Legalábbis jó néhány esetben átnéztem a, a életrajzokat, és most itt van Collins, mint példa, hogy 90, ugye 90 évesen. Igen, halt. Így van. Az Aldrin még él, és 92 így éves. Van. Armstrong már meghalt, de nem annyira régen, és ő is 80 pluszot ért meg, ugye? Igen, és igen. Még átnéztem néhány űrhajós, akik átlépték az övezeteket, tehát ez a Apollo 8, 10, 11, 12, 13, és a, egy igen. csomó, összesen 27 űrhajós. Igen, van 24. De szeretném röviden összefoglalni, hogy nem, szerintem nem, nem nagyon szeretek betegséget, és erről tisztelettel lehetne egy külön műsort készíteni, egyszer, egy kicsit átnézni az adatokat, stb., és az a, annak az előrebocsátása, hogy megint mennek egyesek a Holdra, tehát ez ugyanaz, és felmegy. Igen. Köszi. Igen, köszönöm szépen. Szépen. Igen, most erre reagálok, hogy én ezt az adatot ugye a Scientific Report című Nature magazinban megjelent 2016-os cikk alapján mondom, aminek az a címe, hogy Apollo Lunar Astronauts Show Higher Cardiovascular Disease Mortality. Tehát, hogy itt vizsgálták ugye a 24 vanalenövet átlépő űrhajóst egy olyan kontrollcsoporttal, akik olyan űrhajósok voltak, amelyek szintén űrhajósok voltak, de nem mentek föl, de ugyanakkor képezték ki őket, tehát például a Skylab, meg egyéb űrhajósok, meg a harmadik kontrollcsoport az a velük egykorú férfiak voltak, és ugye hát ebben találták, de még egyszer én is mindig kihangsúlyozom, hogy ugye egyrészt ez 2016-os cikk, tehát nyilván az említett urak akkor még éltek, másrészt persze tényleg vannak olyanok, például gondoljunk Jim Irwinre például, vagy Jack Swigertre, vagy, tehát hogy ez lehet hozni példákat, akik ugye ilyen 50-es korukban meghaltak, de mondom, ezt nem én szültem ezt az eredményt, hanem egy orvosi cikk, és persze ez nagy port kavart annak idején, ez a 2016-os cikk, Delp az első szerző, és egyébként ingyen elérhető, tehát érdemes rákeresni, és majd én is újra fogom olvasni, és valóban ez iszonyú fontos, mert ez az egyik fő ok szerintem, ami miatt érdemes például embereket küldeni erre a gateway-re, mert ott más okot nem találtam rá, hogy mi az értelme oda embert küldeni, csak pont ezt, hogy olyan közepes időtartamokon lehet vizsgálódni kozmikus sugárzási környezetben. Halló! Szia! Szervusz, kedves! Norbi! Szia! Szia, én vagyok a Norbi, a jéges pizsamában is fürdeni szerető Norbiska, a Tilos Rádió lelkes hallgatója, és üdvözlöm a kedves Lászlót, a kedves téged is a műsorba. Nagyon jó a műsor, egyébként fantasztikusak vagytok. Hallom, hogy a kínaiak, ha jól mondom, jól teszem vele a kérdést, hogy készülnek indítani a űrhajót május-júniusban, hogy a kedves László elmondta. Májusban a teherűrhajót valamikor, igen. Május közepén és június közepén a személyszállító Sencsú 12-t. Igen. És ezen körülbelül hány éves űrhajósa fognak utazni? Ha én jól számolom, ott már a Shenzhou 12-n valószínűleg 40-esek lesznek. Ugye azt kell tudni, hogy egy 12 fős csoport van kijelölve erre az első négy űrrepülésre, amiben két év alatt összeraknák az űrállomást, és ezek között lenne, aki már ugye eljutna a 180 napig, ami hát egy fantasztikus előrelépés. Van itt előttem egy lista, én most nem terhelném a hallgatókat azzal, hogy felolvassam, de ha most csak gyorsan átfutok rajta, akkor azt látom, hogy... Leteszem közben, jó, nem akarom megakasztani a beszélgetést. 1, 2, 3, 4, 5 olyan van. További adást kívánok, és akkor kilépek addig jó, a okay, köszi. 5-en vannak olyanok, akik még nem repültek, de az első vagy a második osztály tagjai, és a másik 7 fő, köztük az eddig repült két hölgy, a Liu Wang, aki a Shenzhou 9-el, és a Wang Yaping, aki a Shenzhou 10-el repült, ők pedig egyszer vagy kétszer már jártak fönt a világűrben. Úgyhogy ők vannak kijelölve. Én olvastam valamit, hogy majd kik lesznek az első három. Arról volt szó, hogy talán még a Wang Yaping is belefér az első legénységbe. Hát aztán, hogy így lesz, hogy nem, azt majd meglátjuk. Na, de bocsánat, visszaragadom a szót itt az utolsó egy-két percre, vagy egy percre, hogy hát én ezért valamit azért a GPS-ről még szeretnék kicsikarni. Ugye ez geopolitikailag baromi fontos, nem csak az autókat, hanem a harckocsikat, meg a repülőgépeket is. Ugye mi mindannyian az amerikai hadsereg műholdjait használjuk,
amikor az úton navigálunk, hát, ugye? Vagy az igen, vagy nem. Vagy igen, vagy nem. Vagy igen, vagy az Európai tehát, Galileót is használjuk. Tehát ez most már telefonfüggő. Aha. Ha megnézed az új telefonokat, ott gyakorlatilag már föl van sorolva, hogy, hogy az amerikai GPS, az orosz GLONASS, a kínai Beidou és az Európai Galileo közül melyiket használja. Ami, ha már itt a politikával, meg a katonapolitikával vezetett föl, ami viszont elég nyilvánvaló, az az, hogy érzékeny műveletekhez, tehát katonai műveleteknél, mondjuk egy NATO tagország, hát az nem használ kínai vagy orosz GLONASS műholdas vevőket, nem igazán támogatott ugye az ötlet, és ez nyilván viszonosan is így van, hiszen a legújabb generációs műholdak, például az amerikaiaknál, azok már képesek arra, hogy mivel nem egyenletesen terítenek a Földön, hanem fókuszált ilyen footprintekre szórják rá a jelet. Ez azt jelenti, tehát ilyen lábnyomokra, ilyen pecsekre szórnak. Ez azt jelenti, hogy bizonyos területre le tudják kapcsolni a szolgáltatást. Gyönyörű. Ez gyönyörű. Tehát 1970, ugye? Akkor... Igen. Akkor került pályára az első műhold, aminek ugyanaz volt a neve, mint ennek a dalnak a címe, a vagyis, hogy, ami azt jelenti, hogy a kelet vörös, és hát ezzel búcsúzunk, és nem is ezzel búcsúzunk, hanem a másik fontos üzenetünkkel fogunk búcsúzni mindjárt, de lejárt az adásidő, pedig bőven maradt bent téma, hát lett volna még itt kínai kvantum műhold kommunikáció, sőt időközben azt is hallottuk, hogy a kínaiak belengedték, hogy a úgymond kínai Hubble űrtávcső is igen. pályára áll. Az nagyon úgy tűnik, hogy megy 2024-ben, és ami nagyon érdekes lesz, hogy hozzá fog időről időre kapcsolódni az űrállomáshoz, azért, hogy üzemanyaggal feltöltsék, megjavítsák, vagy éppen korszerűsítsék. Ez fantasztikus. Tehát azonos pályára kerül, csak a Föld átellenes oldalára, mint ahol az űrállomás lesz. Hát igen, ez egy nagy ötlet. Ez egy nagy ötlet. Igen, tehát ha valakinek az volt a benyomása, hogy ekésztem a kínaiakat, nem, ez például egy nagyon, nagyon jó ötlet. Na. Hát nagyon köszönjük. Nem beszéltük meg, hogy lesz a Fudan Egyetemen astronautika szakirány. De jobb is így. Na, viszont az biztos, hogy a kínai űrtevékenység egy megkerülhetetlen eleme. Az űrkutatásnak, ha tetszik, ha nem, és tiszteletre méltó tevékenység zajlik odafönt. Remélhetőleg az egész emberiség szolgálatára. Úgyhogy köszönjük szépen Szentpéteri Lászlónak a nem is bejelentkezést, hanem befáradást. Ez fantasztikus volt, és a kedves hallgatóknak pedig a figyelmet. Két hét múlva újra lesz szokolébresztő. Köszönöm szépen, jó napot és jó hetet kívánok mindenkinek. Sziasztok! Kérem, mindenkinek. Szervusztok! Tilos Rádió hírei következnek. Szociál Mári díjas lett az utcajogász. Május 1-én 17. alkalommal osztották ki az Unruhe Privát Stiftung által létrehozott társadalmi innovációs díjat. Idén 299 osztrák, magyar, horvát, cseh, szlovák és szlovén pályázatból 15 kiemelkedő projektet tüntettek ki. Az elismerést olyan már sikeresen működő programoknak ítéli oda a nemzetközi zsűri, amelyek valamely társadalmi problémára újszerű megközelítésekkel, innovatív válaszokkal reagálnak. Az online díjátadó ünnepség keretében az első díjat és a közönségdíját is az osztrák Labour District and Care kapta az Ausztriában bevándorlóként dolgozó ápolók támogatásáért. A második díja az utcajogász járvány jogsegély programját jutalmazta. A járvány idejére kialakított táv jogsegély lakhatási szociális témákban a bíróságon is képviseli az ügyfeleket a budapesti program. 12 kapott úgynevezett kisdíjat, ebből 4 cseh, 2-2-2 osztrák, horvát, szlovák. És a két magyar közül az